Hogy mit gondol, most én is elmondom. Amennyiben érdekelt titeket, remélem így van. Szóval, tudjátok, az az igazság, és ezt be kell vallanom, hogy van egy másik cég, akinek szintén nem mondjuk ki a nevét. És én aláírtam velük egy szerződést, de sosem fogom elfelejteni ezt, hogy életem legszebb időszaka feletek töltöttem el. Ajánlom is. Van, hogy minden rosszul tűz. Van, hogy minden harcos tűz. Minden emelkedem tűz. Nálunk van rá. Isten összetart. Mások jönnek rá. Köztük mégis nem tudják. Dobozban a legféltettebb és legsötétebb titkaikat, ugye? Igen, és Gloria megkívánta a szomszéd szamarát, mint ahogy emlékeztek. Igen, a Tomi és barátnője pedig mindig elvesztették az üzességet. Tényleg, mi van Tomi? Tomi, itt vagy? Sikerült? Biztos sikerült. Biztos, harmadiknak bevettek egyébként. Tényleg? Akkor nem sikerült. Tominak. Én csak azt akartam mondani, hogy hiába mondtam Luke-nak is, meg Tumi-nak is, hogy ne hamarkodjátok el a dolgot. Mert 6 évvel ezelőtt egy oltári próba után a kitoros táborban velem is megtörtént, hogy azonnal felismertem az igazit. Veled élem majd az életem, ezt tudtam már, ezt a fél, hamar esküvőről átrendoztam én. Mégis légy jó, és kérd ezt meg, mert ez úr most arra kérd. Úgyhogy
Istenben is ő szól, ha vágyom ég rád, tudja, hogy van bennél valami igen, mélyen a pozornál, és ez bármi kényszerít. Megbelül, és ha lépszem már olykor túl feszül. És a cimborák mind azt mondják, hogy ez valóság meg jársz. De én értem, hogy Tóbi a szemzet rád. Hiszen Istenben is őszor. Sajnos nem. Bébi, ha belegyülök, nekem is borzasztó nehéz leállítanom magam, mert ellenállhatatlan a személyiséget, varázsa és a kisugárzásot, ha teljesen szűrű tőled, Bébi. És valami nincs arra jutott felelősséggel viselkedni, pedig ez maga a nyomor, mert egyszerűen szűrű. Nagyon sárgos is kell dönteni, pedig most